sportosat. Híradónk vendége Vince Márton, a Maricek Rally Team versenyzője, az idei Rally Tour-a bajnokság abszolút győztese. Gratulálok! Ez volt pályafutásod első abszolút győzelme, vagy már azért már gyűjtöttél be egyet, kettőt? Szervusztok, köszönöm szépen a gratulációt. Igen, elméletileg szinte gyakorlatilag is körülbelül 500 nyert versenyen van. De egy abszolút? Abszolút, 99-ben Rally 2-ben nyertem abszolút kupát. Igen, ilyen magas technikával, egy Mitsubishi Evo 9-essel, ilyen magas felső szintű technikával, ez az első abszolút címem. Várható volt? Vagy ennek az évnek úgy vettenek, hogy első három hely, vagy mi volt a célkitűzés? Várható volt, mert ez az autóval tavaly indultam kettő futamot, és az egyiket azt magasan megnyertem, a másikat egy pici problémával, de nagyon szorosan a második helyen végeztünk, és az autó hozzám került most erre az évre. Tehát érezted, hogy jó a technika alatt? Jó a technika, igen, összeállt a csapatunk, és elméletileg úgy vágtunk neki, hogy ezt az évet meg kellene nyerni. Hány futamból állt ez a Rally Tour a bajnokság idén? 6 futamból állt. 6 futamból. 6-ból hányszor nyertél? 5-ször nyertem. És az az egy, az a kakutójás, az mi volt? Erről nem szeretnék beszélni, de nagyjából el tudom mondani, hogy az én hibám volt a Tatabánya Rally. Az egy dupla körös verseny, a Rábaringen. Volt egy óriási baleset ott annó régebben, halálos baleset is történt, ezért nagyon-nagyon szigorúra vették a szabályokat, és a dupla körös versenyen én is a navigátoros egy picikét hibázott, és túlmentünk egy 50 métert, visszafordultam, és mehet irány szembe. Most itt a nézőképpen melyik futamodat láthatják? Meg tudod ebből a pár kockából mondani? Egy pillanat, szerintem ez a Szendrő Rally. Nem, ez az Esztergom Rally. Ez a második futamunk volt. Ez az, igen, ez a bukkanó, ez mi egyértelmű, hogy ez a... Így megmarad benned, hogy ott az a bukkanó van? Persze, hogyne, hát... Mind a hét pályát így tudod kívülről? Hát hogyne, különben hogyan mennénk ott 200, amikor 200 fölött mennünk erdőbe, 2-3 méter széles úton, itt hajszál pontosan tudni kell a pályát, a navigátoromra kell, hogy támaszkodjak, mert egy kis hiba és az óriási probléma. Állandó navigátorod van? Igen, állandó navigátor, a Szedő Csabi, ő egy balassagyarmati szomszéd városban lakik, de egyébként itt lakik már Budapesten egy pár éve. Akkor profi is tudja a pályát fejből. Mindenképpen, igen, mindenképpen. Hát nagyon, nagyon bíznom kell bennem, mert az értemet bízom rá, ő egy jobb kanyar, hát balt mond, akkor nem kicsi a probléma. Mit lehet tudni a Rally Tour bajnokságról? Mert általában mi mindig a rallival szoktunk foglalkozni, ugye? Ez mennyiben és miben másabb, mint a rally? Elméletileg mondom, az országos rally bajnokság ugye most az ember nézi, ugye azt látja, mint egy rallyt, tehát aszfalton mentek, vagy éppen földes úton, most ne attól függ, hogy hol, és ennyi, mentek. Igen, elméletileg felsőbb szintű a rally OB elméletileg. De gyakorlatilag ugye most vannak problémák ott, kevés induló van, anyagi problémák vannak. Elméletileg másod osztályú az a miénk, de valamiért az idén fordult, mert ott 30 induló van, itt nálunk 200 induló van. A nézők is valamiért ezt a dolgot. Na most arra akartam szeretik. Csak erre rákérdezni, hogy ha kimegyek, mint néző, mint laikus, én igazából nem látok effektív különbséget. Úgy, hogy jön, megy, beveszi a kanyart, Az eleje hasonló szintű technika, hasonló kvalifikációs emberek vezetnek, de a közép, illetve a hátsó régió, hogy is fejezem ki magam, hogy ne bántsak meg senkit, nagyon merészek, úgymond, hogy nagyon merészek ezek a pilóták, ezért nagyon látványosan közlekednek, illetve esnek. Az jó. Tehát és ezért a néző ezt valamiért jobban akkor szereti. Akkor látványosságban az, hogy most a Rally Tour-t nézek, nem kapok rosszabbat. Jobbat. Szerintem jobbat sőt, kap a néző. Sőt, még jobbat is kapok, mintha egy rallyra mennék szerintem, el. Én így gondolom, igen, mert mondom, a közép kategóriát, illetve a zsigulisok, ezek úgy közlekednek, hogy honnan kell őket leszedni, és ez a nézőknek ugye ez mindenképpen jó. Na, akkor ez jó sikerült ez az év. Maradsz jövőre, és akkor ebbe a kategóriába
szeretném megvédeni, igen. Pontosan egy riportra kérdezte tőlem, hogy egy jó nőt megszerezni viszonylag könnyebb, megtartani már nehezebb. Valószínűleg ezzel is így vagyunk. Ugye megszerezni viszonylag könnyebb, igen, egy bajnoki címet, megvédeni még egyszer. Ugyanakkor az nehéz. Igen. Majd már van több is, hogy egy-két év kihagyás, de újra abszolút bajnok lesz valaki. Nem egyszerű. Igen, az Lasinak sikerült. Mint például Kusz Dezső is, ugye a Rally 2-ben ugye megint abszolút bajnok lett, de ő sem rögtön tudta megvédeni. Tehát itt ezzel lenne a hangsúlya, jól vettem ki a szavaidból, hogy rögtön a következő évben is te legyél a bajnok. Annyit szeretném még elmondani, egyébként van egy rally iskolám is, mert nagyon régóta rallizom és foglalkozom, és vannak tanítványaim is. Ez az autó úgy került hozzám, hogy egyik tanulóm volt ez az egész technikus, úgy került hozzám a Bedő Imre, ő is rally túrában ment tavaly, illetve azelőtt. És van két széchenyi fiatalember, két 20 éves fiatalember. Akik jók? Aki abszolút második helyen végzett a Velencei Ádám Széchenyből, és van egy még egy új srác, Slalom Európa bajnok, ő pedig kettő futamon indult, és egyszer harmadikat, egyszer pedig második lett a két utolsó versenyt, úgyhogy elmondhatom azt, hogy Széchenyi 1-2-3, ez a magyarországos bajnokságban, ez óriási dolog. Ha már neveknél tartunk, igaz az, hogy egy-két régebbi nagy rallis is elindult most a túrabajnokságban? Mindenképpen, hát előttünk egy 20-30 fő szokott menni, de most még bővebb lett a mezőny, ugye, mert... Egy-két nevet tudsz mondani? Hát az Aschenbrenner is itt jött, ővel nagyon nagyot meccseltünk, a Miskolcra én egy 13 km gyorságén 1,1 különbséggel mentünk, pedig neki nagyobb a turbószűkítője, ugye a rajtúráit egyel visszavették, ez egy 30 lóerő mínusz nekünk, hasonló kaliberű autóval, meg hát ugye most a kakuszék is mentek most a Super 2000-essel, meg ugye a Botka Dávid, ezek mind ellátogatnak, jók a pályák, jó a rendezés, pörgő, sok a néző, őnekik jó az bemelegítő. Jó a feelingje akkor nagyon ennek jó, a így van. Versenysorozatnak. A Báci Prolog, azt nem is tudom. Akkor te nem akarsz a Rally 2-be fölmenni akkor? Hát én a Rally 2-ben 99-ben abszolút bajnok voltam. Jó, de nem akarsz fölmenni most. A Rally 2, most megint nem akarom sorolni, de szerintem ez egy kicsit komolyabb a Rally 2-nél. Jó. Mit lehet tudni Vince Mártonról? Mikor és miért kezdtél el rallizni? Hát mikor? 1990. Rallizni nem, autóversenyezni, szalonversennyel kezdtünk. Helyes. 90-ben. Azt szokták mondani, hogy az az igazi. Így van, szalonverseny. Most már sokan kihagyják ezt a lépcsőt, amit állítólag megpróbálnak visszaállítani, hogy kötelezővé tenni, hogy nem először szabad, ott indulsz. Nem szabad kihagyni, én úgy gondolom. Mert ugye ma, akinek van pénze, vesz egy jó autót, befizette a licensztet, és akkor van, már és nyomja a gázt, és kezdődnek a bajok. 90-ben volt egy szalonverseny Vácon, oda eljöttünk egy Warburga, és azonnal sikerült abszolút benyernem. Ez 20 éves voltam akkor, és onnantól kezdve kezdtünk építeni kisebb Toyotákat, Volkswagen Polókat, és szalamozgattuk, így nyertem így nagyon sokat. De egy miért időben. Indultál? Éreztél magadban valamit, hogy te nagyon jó vagy a volán mögött? Hát, hogyha annyira visszamegyünk, hát én már 6 éves korom óta apukám megtanított autózni, és akkor 8-9 éves koromban már úgymond elvittem az autót otthonról, hogy nem mondjam, hogy elloptam. És akkor persze akkor már a véredben volt, hogy születtél, persze, hogy neked ez. Igen, és akkor teltek az évek, és mondtam, hogy valamit kell ezzel a dologgal kezdeni. Elmentünk, szalomoztunk, nyertünk, és nyertem hegyi bajnokságot 98-ban, túrakocsi bajnokságot, a rallycrossban nyertem dízelgolffal, és akkor szépen sorba jöttek, és azt vettem észre, hogy több mint 500 nyert versenyen van, nem elindult, vagy valami, 500 nyert versenyen van. És akkor voltam a Suzuki Ásznál például, Suzuki kupáztam, ott is nagyon-nagyon jó eredményekkel végeztünk, de sajnos ott egy kicsi negatívumot tudok elmondani, mert nem én voltam az első számú pilóta, ott három autó volt, és az érdekek azt akarták, hogy én második legyek, és az nem nagyon tetszett nekem. Márton, miért van az, hogy viszonylag mondom persze, hogy a keveset lehet mégis róla tudni. Lehet, hogy azért, mert rossz helyen versenyzel, mert látod, hogy valaki a Rally 1-ben versenyez, már pedig a képességed alapján, hogy hát ennyi győzelem, hogy nem kell megmagyarázni, hot lenni, lehet, hogy jobban ismernének. Attól függetlenül, hogy ottan most viszonylag könnyebb eredményt elérni, hiszen nagyon kevés a versenyző. Hát végül is az Aschenbrenner az egy nagy névnek számít az első osztályban. Én vele készültem nagyon sokat föl, együtt kezdtük a pályafutásunkat, nagyon sokszor meg tudtam őt verni, és akkor, amikor ez a Suzuki kupából ő is kikerült, én pedig nem tudtam tovább lépni, mert bizonyos dolgok gátoltak ebbe, és egy 4-5-6 évre én hátat fordítottam a Rallynak, és azért nem lehetett rólam hallani, igen, és én az Aschenbrenner autójában. De mi történt? Annyira megharagudtál valakire? Hát ezt, igen, az a Suzuki Ásztól nem jó szájízzel jöttem el, mert nem azt szerették volna, hogy én nyerjek.
és akkor te inkább akkor megsértődtél a világra egy kicsit. Meddig voltál így gyakorlat? Hát ugye 2003-tól elméletileg 2010-ig, 2011-ig. És akkor ki beszélt rá, hogy versenyezik? Egyszerűen csak úgy éreztem, hogy ez hiányzik ez a dolog. Az Asinak állítottam a kocsiját, a lengéscsillapítókat, minden teszten ott voltam, fölkészültünk együtt a versenyekre, minden versenyen ott voltam. Ugye a fiatal tanulókkal is foglalkoztam, elkísértem őket, a lengéscsillapítókat, futóműveket állítottam be nekik. Tehát ott voltam mindig, és akkor a Bedő Imrével foglalkoztam komolyabban már 3-4 évig is, az ő kocsiját állítottam, és akkor végül is odaadta egy versenyre, mentem a Mátrába 2008-ban, ott is nyertem azonnal egy abszolútot ezzel a kocsival. És akkor tetszett volna, nem volt anyagi körülmény meg hozzá, és most úgy néz ki, hogy a szponzorok, úgy alakul a dolog, hogy most már kis pénzből, el kell mondjam, hogy sokkal nagyobb összegekből versenyeznek, mit tudom, a harmadik, negyedik, ötödik helyen is. Igen. Úgymond időzőjelben viszonylag kisebb költségvetéssel. Tehát magyarul, ha ez egy nagy támogató lenne, akkor tudnád esetleg, akkor bevállalnád egyébként? Mindenképpen. Célom az első, aztán így van, de annyira nagyon sokba kerülnek ezek a dolgok, hogy akkor most egy-két évig még ki kell várnod, hogy hát, ha változik a gazdasági élet. Hát, egyébként meg most egyébként is leromlott ott minden, tehát most sokkal kevesebb versenyző, önnek is sincs annyi támogatók, tehát most elég rossz a helyzet. Időzőjelben kisebb összegből meg lehet csinálni egy ilyen csapatot, el se kevés, de mégis itt emberi számokból lehet. Legalább meg, hogy jól is érzed magad. Mindenképpen jól érzem magam. Nagyon jó környezet. Nincs olyan, hogy kiúvjuk a másikat, támadjuk. Itt még az igazi régi rally feeling van, hogyha nincs pótkereken, vagy valami adnak. Ha nincs, ez, igen, nincs egy perünk, nincs egy féltengerünk, nincs egy felnünk, mert összetört. Átmegyünk 2-3-mal odébb, és azonnal adnak. Első osztályban már nem biztos, hogy így működik. Igen. Tényleg idén hogy álltál a balesetekkel? Hál' Istennek le kell kopognom, hogy karcmentesen végigmentünk az évet. Na, az jó. Egyébként én balesetedről nem nagyon hallottam. Nem jellemző. Nem jellemző. Kikerülgetem. Mi az oka? Mi a titkod? Hát nagyon figyelek. A legveszélyesebb egyébként, el kell mondjam, nem a rali, meg nem ez a közeg. A legveszélyesebb, egyszer egy nagyon jó autóversenyző barátomtól hallottam ezt, és nagyon tetszett. A legveszélyesebb, szombat délután az M3-as autópályán a kalapos, szemüveges, hétvégi sofőr. Na, az a veszélyes, nem a rally. Jó, hát most oké, de maga a pályán mit csinálsz? Hogy tudod megúszni, hogy pályán, viszont, te törd össze magad? Pedig mész, mert hiszen az a sok futamgyőzelem ezt mutatja, hogy... Volt egy pár necces dolog, de valamiért biztosan jó felé tekerem a kormány, többiek ezt mondják. Van valami 7.-8. érzéket, megérzed, hogy most éppen mit kell majd csinálnod a következő másodpercben? Nem tudom, hát így nem, ez még sosem kérdezte tőlem senki ezt még, nem tudom, hát valószínű, hogy jók a reflexeim még így, ennyi idősen is, tehát jók a reflexeim és az autónak a mozgását viszonylag jól. Hány éves vagy? 42. 42, még fiatal ember vagy. Mondhatjuk így. Család? Persze, van kisfiam, van feleségem, van 12-es kisfiam, kvadozik, motorozik, nem vitt el az autódat még otthonról? Nem vitt el, odaadnám neki, tehát nem viszi, de egyébként nem érdeklődik annyira a rally iránt, mint amennyire én végül is nem szeretném, én örülök neki, ha nem. Én nem szeretnék lerágott körmökkel a gyorsági beírójába várni, hogy leér-e vagy sem. Hagy motorozzon, kvadozzon, aztán majd... De téged is így várnak, nem? A feleséged is gondolom így vár valahol. Erről az oldalról más ez. Tehát engem várjanak. Igen, de te nem akarsz izgulni másért. Én nem akarok izgulni, így van. Izguljanak, érted? Igen, így van. Na tessék. És egyébként edzel, sportolsz valamit, vagy csak a rally és semmi más? Hát én persze. Azt szokták mondani, hogy nem baj, hogy az ember egy kicsit fitten tartja magát. Mert persze, én minden reggel futok egy 5-7 kilométert. Igen? Attól, mennyire kedvem van, igen. Szép, hát egy Mitsubishi, ami közel 400 lóerős, és ebbe egy napot eltölteni, olyan G-hatások vannak, hogy aki nem ült még ilyenbe, az úgysem tudja belekerülni egy ilyenbe. Ezt nem lehet csak úgy, hogy a táplálkozásra nem figyelünk oda, tehát semmiféle sportot, valamiféle kondícia növelő dolgot nem csinálunk, mert egyszerűen elfárad az ember. Akkor te futsz? Mindenképpen futok reggel. Én reggel 7-8-kor megyek, és nagyon jó, arra felénk ilyen tavas rész van. Kint, természetben igen. Futsz? Így van, igen. Nagyon akkor kint. Nem körözöl körbe-körbe? Télen szoktam a focipálya körül, mikor hó van, meg egyébként rosszak a talaj. De ez hogy bírod? Körbe-körbe futni? Rossz, az már 10-valányodik után, kör után, nem tudom, a számon is. Tehát nem jó. Mondhatom már akkor az úgy. Milyen a kapcsolat a navigátorral? Verseny közben jó beszélgettek-e, hogy hú, ez meredek volt, vagy nem szóltak egymáshoz, hanem...
Ő azt mondja, hogy túl sok információt kérek tőle, és ő teljesen el van foglalva ezekkel az információ visszaadással. Én mondogatom néha, hogy mi történt, vagy mi van, utána mindig mondja, hogy ne beszéljek, meg kizökkentem őt. Volt egy esztergomi esetünk, arról szeretnék egy kicsit bővebben beszélni, esztergom rali. Tavaly, amikor másodikok lettünk, elrajtoltunk. Rossz gumit tettem föl, az úgy működik, hogy rossz gumi, hogy nem a akkori hőmérséket a megfelelő gumit, inkább keményebbet, és nem tudtam megmelegíteni a hátsó kereket rajtba, és megvárakoztattak. Elrajtoltunk, és egy ilyen nyújtott balkanyarba, ötödik teligázon, ez olyan 200 fölött volt körülbelül, és egyszerűen keresztbe állt az autó, nem keveset. Szerintem rallikon ilyet nagyon ritkán látunk. És összeszedtem ezt valahogy, egy kis szerencsével, tudással, mindegy, hogyan nevezzük, összeszedtük. Mentünk tovább, megcsúszunk még egy lassítóba. Uh-huh. Akkor már megmondtam a navigátornak, hogy lassabban kell menni, mert valami nem, de nincs elég jó tapadásunk. A következő elágazóba, ott volt a legtöbb ember, a bajóti elágazóba, ott kicsit korábban adtam gázt, és akkor megpördültünk helybe, de azonnal visszafordítottam kézifékkel, és ő mentünk tovább. A nézők azt gondolták, hogy ez direkt volt. Igen, nekik csináltam a mutatványt. Aztán ez a bukkanó, pontosan az a bukkanó, amit megnéztünk. Azon a bukkanón egy BMW, azt hiszem, én 7-es voltam, 6-osan egyszerűen a BMW átugrott, és szétszakadt neki a motor, illetve a váltó, és az összes olajat szétterítette egy ilyen 400-500 méteren, aztán neki ment egy fának, nagyon összetört, a fába pedig ilyen darazsak volt, de nagyon sokat képzeljünk el, és akkor én ezt megfordultam, helybe fordultam, elindultam, átugrottam ez a bukkanón, akkor tolták ki, vagy 30-an az árakból, és akkor ez olajon én körülbelül egy ilyen 400 métert oda-vissza csapkodtam egyik árakból a másikba, de még az úton bírta tartani, de hagyd nem mondjam, hogy csapágyas evertem a kormányművet, annyi kört kell tekerem a kormányom, és akkor balkanyarba odaértünk, megcsúsztunk, és akkor nagyon-nagyon keményen keresztbe állt az autó, és akkor a navigátor azt mondta, hogy nincs hátulja az autónak, hogy mitől csúszkálunk ennyire. Nem tudtuk akkor még az olajat. És akkor lementünk a célba, és utána ugye érdeklődtük, hogy mi történt, és akkor mondták, hogy olaj volt, ez volt, az volt, de jó, hogy leértünk. Utánunk még kettő Mitsubishi neki ment ennek a BMW-nek, aki utánunk jött az olajon. Tehát meg is állították a futamot. Ez miatt, te még túlélted ez akkor miatt kaptam ki, akkor azt hiszem ezen a versenyen, de ez még tavaly volt, akkor kaptam ki ezen a versenyen 2,1 másodperccel, akkor még a tavalyi bajnoktól. Na, szóval akkor jól ment ez az év. Hát mondhatjuk úgy is, igen. És akkor most jön ehhez a címvédés? Nagyon remélem, szeretnénk De hát a többiek nem fenik majd rád a fogukat? Hát most a két tanítványom van a második, harmadik helyen. Megmondom őszintén, ha ők megvennek, akkor igazán szívből fogok nekik gratulálni, mert ugye valahol mégiscsak az én tudásom fog majd kikelni belőlük. Biztos, hogy az neked az teljes örömet fog okozni? Akkor úgy mondom, hogy ha már megver valaki, akkor már ők vennek, ne valaki más. És hogyha én abba hagyom ezt az egészet, mindenképpen teljes bedobással mögéjük állok. És, de nem akarod még abba hagyni? Nem tervezem. Valami, azt mondják, hogy 40 fölött már lassulnak, gyengülnek. Én úgy érzem, hogy most vagyok a csúcson, tehát én fizikailag is bármire, én mindent tudok, mindent ugyanúgy tudok, mint régebben. A reflexeim szerintem még most gyorsabbak, vagy legalább ugyanott van. A tudás viszont, meg a rutint, a raliba ugye a Stig Blomqvist 60 évesen megnyerte a bajnokok tornáját, megverte a fiatalokat, mert a ralihoz kell egy kis rutin. Persze a Forma 1-ből kiöregszenek, mert ugye körözni kell fizikálisan, ott még jobban megterhelő a dolog, a raliba kell egy rutint, mindig változik a pálya. Itt csak 70%-os biztonsággal tudjuk, hogy mi lesz. A 30% az mindig változhat. Az meg elég sok. És hogyha az első, egy ilyen sebességnél az első körben például elmegyünk, és én az elején megyek, az tiszta körülmények között lemegy, és mögöttem eljön 180 autó, és a második körre ráfordulunk, van, mikor 2-3 centi kavics van az úton. És ilyen 160-as tempóval egy ilyen eltűnős balkanyarban ráesünk ezekre a kavicsokra, hát ott kell tekergetni a kormányt. Van olyan, amit úgy szoktál, hogy otthon gyakorolgatni, csak hogy kipróbálni, mit tudom, hogy mindig abban a kanyarban 160-ra rámenni arra a kis kőre, vagy arra valami. Tehát egy ilyen, ezeket a köveket így, ezt így nem, de ilyen teszteket szoktunk végezni minden verseny előtt. Uh-huh. Ugye kivonul a csapat, felkészítjük az autót, lengéscsillapítót állítunk, keménységet, berugózásokat, futóműállításokat, és próbálunk egy rövid szakaszon, egy 801 km szakaszon az autóval leföl autózni, és akkor egy pici állításokat, és akkor ezt vezetjük naplóba, és mindenféle G-szenzort rakunk az autóba, és megnézzük, hogy hogyan reagál ezekre a beállításokra.
pályákra. Megpróbálunk ugye a lehető legjobbat. Ugye, és akkor vannak pályák, van, mikor nagyon dobálós van, van, mikor széles, inkább pálya, autós pálya van, és akkor próbáljuk ezekre a beállításokra behangolni az autót, és van, mikor menet közben is állítunk, tehát a két gyorsági szakasz között állítunk a lengés csillapítókon. Azt ugye mondtad, hogy tanítasz, de neked lehetne még mit tanítani, hogy hogyan? Mindenképpen szerintem. Hát aki azt mondja, hogy nem, az vagy nagyképű, vagy nem tudja, hogy mi történik körülött a világban. Persze. Sőt, nem is biztos, hogy azt tanít, aki úgy gondolom, hogy följebb van nálam. Valamikor azoktól lesek el dolgot, technikát, vagy gondolatot veszek át, akik jóval alattam van technikába, tudásba, és akkor ők is mondanak egy olyat, hogy ebbe a kanyarba én így gondolom, innen fordulnék, és ehhez, és átgondolom. Hát, és ez hogy szokott lenni egy ilyen verseny után? Nyitott füllel jársz, kelsz, vagy mindig leültök és van egy nagy jambori, ahol úgy mindenki úgy átbeszéli? Ugye, amikor mi lerakjuk az autót a parkfarméba, mindig vannak óvási idők, egy óra, két óra. Ugye ott kialakulnak ezek a csoportok, 10-15-20 fős csoportok, és ott megbeszéljük, hogy ó, itt mi volt, oda, ki esett be, hol esett be, ki mentették, mi baja lett, meg tudjuk akkor, mert ugye ez a kétszer autó, Ez több órán átmegy, és akkor ez óriási hömpögés van itt a városok, illetve a környező erdők között, és nem tudunk mindenkiről, pláne hogyha valaki 40-es rajtszáma jön, én az 1-ese vagy 2-ese. Jó, de akkor itt meg is beszéltek, hogy mit kellett volna csinálni, mit kell csinálni akkor. Így van, így van. És akkor jönnek a tanácsok, mert vagy megfogadod, így vagy van, nem, vagy erre tervezett. Meg az Asitól, meg ugye hát a Janikával is jó kapcsolatot ápolunk, a Tóth Janikával, hát az információ szerzés az nagyon fontos a mai világban. Külföldön versenyeztél? Nem, soha. Miért nem mész ki? Miért nem megyek? Legalább egy világbajnoki futamra, miért nem mész el ezzel a képességgel? Egy oka van. Hát a pénz. Janikáik nem tudnak, senki nem. Hát ők se tudnak menni. Sem. Janika az idén azért nem versenyez, mert anyagi támogatás hiányában nem tud menni. Igen. A Magyarország az Asi érte a legnagyobb eredményt, én úgy tudom, ő B prioritást kapott a spanyol Katalunya Rallin elért eredményért, de annyira sokba került, én beszéltem vele, hogy azt egyszerűen... Nem lett nektek itt elve. Nem. Tehát nem akarok összeget mondani, de halandó ember nem is... Meghallja, rosszul lesz. Így van. Értem. És amikor lemegy a verseny, és akkor az egyik fölnyert, hazajön, és akkor mi van? El van költve nagyon-nagyon sok pénz, és ugye a Sebastian Loebéket nem lehet megverni, igen, kategória első lett, N-csoportos Mitsubishivel, de mondjuk a világbajnok menőt valami 2 perccel verte, azt tudni kell. Nem felszíved, mikor egy híreket látsz, nézel egy világbajnoki futamról? És hogy hát te is ott lehetnél végül, és a képességed alapján. Régen, fiatal koromban, ilyen 25 és 35 között, igen, voltak ilyen dolgaim, hogy ha nyernénk a lottón, vagy ha történne valami. Na most már akkor nem, most már túltetted magam, most már ezeken a dolgokon. Hát most is beköszönne valami nagyon nagy dolog, én nem ijednék meg a feladattól, úgy gondolom, de ugye az ember reálisan próbálja fölmérni a környezetet, és ez is nagy dolog nekünk, tehát ez is nagy dolog, hogy ezt a rallitúrát, ezt tudjuk csinálni folyamatosan, egész évben fel tudjuk készülni az autót, készíteni, és el tudjunk menni minden versenyre, és föl kell állni egy stávnak, egy csapatnak, kamionnak. Rally sprinten nem szoktál indulni? Vagy csak túra, csak a rallitúra? Hát a rally sprinten, mondom, az a 2008-ban indultam, a Bedőim odaadta a kocsiját. Jó, de mentem. Ebbe az évben, mert ugye direkt nem, tehát el lehetett volna, volt, aki mind a kettőn elindult, túrán is, meg a sprinten is, csak hát, hogy megint többet megint menjen. Megint anyagi dolog, tehát kilométer per 1-200 euró. Akkor pont annyi van, amennyi a rallitúra bajnokság, viszont az korrekt módon meg tudod csinálni. Így van. Általában abban a hibában esnek a versenyzők nagy része, nem mindegyik, hogy X büdzséje van, és ez elég lenne egy valamilyen kategóriára. És nem mindenki, de nagyon sok, mindegyik följebb lép egy kategóriát, vagy illetve kettő, és nem bírja befejezni az évet, 6-7 versenyből csak 3-at tud menni, ha összetörik az autója, vége az évének. Igen. Én nem szeretek nagyobbat nyújtózkodni, pedig most is azt tettem, úgyhogy kifeszültünk ebbe az évbe, hogy ezt kívülről ez nem látszik, de ez nekünk nagy falat volt ez a bajnokság. Minden versenyre kivonulni kamionnal, csapattal, szerelőkkel, ugye, aki ehhez az autóhoz ért és tudja csinálni.
az pénzért. De megérte, ugye? Pénz, hát így utólag mindenképpen. Most volt hétvégén a díjkiosztón különben. Kartalon volt, ez egy jó kastélyszálló, 280 terített asztal volt. A jambori volt akkor, minden rendben volt utána, akkor. Igen. Zárásként, ugye indulsz a Szilveszter Rally? Tervezem, igen, az előbb mondtam, igen, tervezem. A Szilveszter Rally az egy... Addig az, már nem semmi? Nem tervezem. Akkor már csak a Szilveszter Rally, és akkor még ennek az évnek próbálok teljesen. Próbálok felkészülni, ott mindenki megy. Ott igen, megy. Igen. Első osztály a Rally 2, a Rally Tour, még azok is, akik csak egyébként külföldön versenyeznek. Még azok is mennek. Ugye mennek VRC-k, az Érdik, a Kisérdi megy VRC-vel, az Asiék is mindenképpen. Itt minden, a Turánék, itt mindenki oda van feszülve. És itt, Érdi meg akarja védeni a abszolút bajnoki címét. Ott volt a díjkioszton, beszéltem vele, igen, és nagyon jó VRC-vel fog jönni. Itt egy feladat, meg igen, kell verni. Nekünk is nyit, az enyémen is tudunk nyitni turbószűkítőt, mert ugye... ugye legyőzöd, megvered? Hát egy VRC-t nem egyszerű. Nem egyszerű. Az én kocsim, az övén meg sok százmillió. Értelek. De azért ezen leszünk. Ott ezen leszünk, és mindent megteszünk annak érdekében, ha meg se bírjuk verni esetleg, de megszorítani mindenképpen kellene. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem nálatok. További sportosat. A Dinosport híradót támogatja a Nemzeti Sport. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom. Én színügyészetről azért mentem el, hogy egyszerűen nem volt más lehetőség.